Kiakadok. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, mert már a május is elment. És nem emlékszem, mi történt körülbelül az elmúlt 5 hónapban. Legyen 4 a január, amíg talán emlékszem valamennyire. De aztán így februártól semmi. Úgyhogy főleg most az április, arra még talán vannak emlékeim. Talán, de hogy most májusban, az tegnap még esküszöm, hogy május 1-e volt. Most meg már június 1, nem, második, másé, hanyadika van? Másodika van szerintem ma, amikor felveszem a videót. Igen, életkedvem szerintem látszik, hogy rengeteg van, de inkább videót vezek föl, mint hogy tanuljak a holnapi vizsgámra. Ami, hogyha ügyes vagyok, az nap lesz, mikor ez a videó kimegy, ha nem, akkor pár nappal előtte. A fényviszonyok csodálatosak voltak az elmúlt 2 hétben is körülbelül, aztán azért nem volt mostanában nagyon videó a csatornán, mert vagy sötét volt, vagy szakadt az eső és vihar volt és sötét, vagy én keltem föl éppen olyan napon, amikor mondjuk pont sütött volna a nap, de így belenéztem a tükörbe és így nem, ma nem videózok. Úgyhogy most is körülbelül zöld leszek végig, mert a nap hol előjön, hol elmegy, és nem szeretek egyébként a lámpával videózni, mert annak meg ilyen hülye fehér fénye van, és attól nincs normális színem, és amúgy is hullaszínem vannak. Mindegy. Csapjunk bele akkor a havi összegzésbe. Most a hónapom is úgy viszonylag elégedett vagyok vele, mert 6 könyvet sikerült elolvasnom, úgyhogy ez jó. Igaz, hogy abból egy csomó rövid könyv, vagy hát gyorsan olvasható, de se baj. Elégedett vagyok, nem fogok panaszkodni. Az első könyv, amit kiolvastam a hónapban, az egy olyan könyv, amit a Metropolis Media kiadótól kaptam, és ez a Szergej Lukjanyenkótól a kvázi, és ez orosz könyv, tehát ezt készítettem egy Barangolás Európában részt is, amit, most kitalálom melyik oldalra, ide fogok belinkelni. Azt hiszem, nem biztos, vagy nem ide. Mert mindig ezt az oldalt mutogatom, de ide. Igen, ide fogom belinkelni. Jó, igen, mindegy, csak ez mindig problémát okoz, hogy tükröződés, meg hogy mit tudom én. Ez egy ilyen zombis nyomozós könyv, és nekem az volt benne az érdekes, hogy ugye általában az ilyen apokaliptikus könyvek arról szoktak szólni, hogy kitör az apokalipszis. Itt nem, ez 10 évvel az apokalipszis után játszódik, ahol már az emberek megtanultak ezzel a helyzettel együtt élni, civilizáltan mondhatni, és ez egy egészen új rendszer, és ebben történik egy gyilkosság, és ezt nyomozzák. Szóval nem az a hangsúly, hogy kitört az apokalipszis, és túl kell élnünk. De erről beszélek részletesen a Barangolás Európában-os videóba, úgyhogy, hogyha jobban érdekel a könyv, akkor ezt nézzétek meg. Akkor valószínűleg nem ez volt a sorrend, de essünk ezen túl. Ugye, kb. Minden hónapban mutogatom az Így neveld a sárkányodat könyveket, mert én ezt elkezdtem újraolvasni kb. 2018 decemberében az első kötettel, és azóta olyan csodálatosan gyorsan haladok, hogy most fogom befejezni. Illetőleg mostanra már befejeztem, mert június 1-én fejeztem be az utolsó 12. részt a sorozatból, de azt úgy számoltam, hogy akkor majd a június összegzésben, mert igaz, hogy a 3/4-ét, 90%-át májusban olvastam, de úgy szoktam nézni, hogy amikor befejezem a könyvet, abban a hónap, az ahhoz tartozó hónapos összegzésembe teszem bele. Szóval így elolvastam a hónapban az Így neveld a sárkányodat 10. és 11. részét. Ez a kettő rész, ez már komolyabb az első részekhez képest. Ez a hogyan szerez meg a sárkánykövet. Nem tudom magyarul a címeket, ez meg a hogyan áruld el egy sárkány hősét. Talán ezek a magyar címek, a leírásban úgyis magyarul fogom őket belinkelni, mint mindig, az összes könyvet. Na, hát, ugye, hogy ne spoilerezzek annyira, az Így neveld a sárkányodat sorozatról is egyébként vannak videóim, sőt, az összes könyvet röviden bevonzatom a kedvenc sorozataimos videóban, ami az Így neveld a sárkányodatot foglalja össze, úgyhogy azt is ide be fogom linkelni. Na mindegy, szóval
Hablatnak ugye folytatjuk a... Amit tudom, hogy azt hiszem a magyar fordításban Haraldnak írják, vagy nem tudom, én azt nem fogom használni, tehát bocsi, tehát Hablaty. Aztán kész, tehát hogy nekem ez Hablaty. Ugye folytatjuk az előző könyveket, ezért nem akarom nagyon belásni magam, mert hogy így a 10. és a 14. részről van szó. Az a lényeg, hogy itt komolyodik a történet, és itt már nagyon nagyobb tétekben forognak, és ezek már olyan könyvek, amiket általában én legalábbis bekönnyezek, és most is ez volt a helyzet, hogy főleg az ilyen epilógus részeknél ott nagyon érzelmes pontokat tud megtapintani az írónő. Úgyhogy igen, ráadásul ez már egy durvább kötet, hogyha úgy nézzük, mert ebben már történnek olyan dolgok, amik eddig annyira nem történtek ehhez képest, de igen. És akkor ezek után már csak az utolsó rész van a nagy leszámolás, hogy vajon mi lesz a végkimentele ennek az egésznek. Szóval ezeken én már általában sírni szoktam, ezek olyan részek. Jó, azután 2017 végén és 2018 elején én elkezdtem újraolvasni a Harry Pottert is. Mégpedig angolul, mert akkor volt a Harry Potter verseny, amihez angolul kellett olvasni a könyveket. És akkor ugye az első két könyvet olvastam az első fordulóhoz, a harmadikat meg a második fordulóhoz, és én azóta ezt nem folytattam, úgyhogy most hirtelen felindulásból fogtam és folytattam a negyedik könyvvel, a Tűzserlegével, amit egyébként annyira nem szeretek se filmben, se könyvben, mert annyira sötét van és borzasztóak a színek, és nem tudom egyszerűen rendesen kijavítani. Nyugodt vagyok. Nem vagyok ideges, kb. Mindjárt leszakad az ég, figyeljétek meg, valamelyik nap is sütött a nap, a következő pillanatban meg szakadt. De úgy Isten igazából szakadt. Szóval, a negyedik része nekem mindig az volt a problémám, hogy ebben történnek olyan dolgok, amiket nem teljesen találok logikusnak. Mármint, hogy a Harry Potterben úgy vannak ilyen dolgok, s azért elég gyakran szerintem, és néha olyan dolgoknál, amik ilyen elég fő problémák, tehát hogy olyan ilyen lyukak vannak a sztoriban, amik... De tudod, ezt mindig meg szoktam kapni, hogyha valamiért kiemelek, mert nem mindenki tudja elfogadni, amikor rávilágítunk egy problémára a kedvenc könyvében például, aztán én szeretem a Harry Pottert, nem arról van szó, csak ahogy egyik könyv se tökéletes, mert az Én neved a sárkányodat könyvekben is most is, ahogy olvastam, találtam olyan dolgokat, amit mondom. Az előző könyvben pont így volt ez megírva, mint ahogy itt, de tök mindegy. Csak ez a negyedik rész az, amiben tényleg olyanok vannak, hogy így... Ez a tipikus, amikor J.K. Rowling teremt valamilyen mágikus eszközt, varázslatot, akármit, amit használunk egy dologra, és ugyanazon a könyvön belül elfelejtjük használni egy másik dologra, amire szintén lehetne. Igen, de egyébként összeszedtem a kérdéseimet nagyjából, úgyhogy lehet, hogy erről egy ilyen kisebb videót fogok csinálni, és most nem fejtem ki annyira. Mert igen, mert vannak kérdéseim, és csak úgy, mert ki akarom beszélni, lehet lesz róla külön videó. De igen, tehát például egy ilyen dolog nekem az, hogy spoiler, ha valaki nem tudná, hogy ugye visszatér Voldemort, és Harry látja, és a Karamán nem hiszi el neki, és ott a Veritas szérum például, vagy ott a merengő, szóval nem hiszi el, mert azt mondja, de vannak olyan eszközeik a mágiában, amikkel tudhatják az igazat, és mégse használják. Jó, tudom, akkor az ötödik könyvnek a fele nem lenne lényeges, hogyha használnák kicsit az eszüket, és használnák azokat a dolgokat, amiket ebben a könyvben használnak más szituációkban. De hogy ez csak frusztrál, hogy amikor így már harmadjára olvastam, és ilyenkor már nem csak arra figyelek, hogy jaj, de jó, repülünk a seprű, meg varázsolunk, hanem már így az ilyen logikusabb dolgok, tehát így többször átolvasás után, meg így átlátom az egész sztorit jobban, és így... De... Sokkal egyszerűbben is megoldhattuk volna ezt a problémát. És elméletileg ezek gondolkodó emberek, tehát na mindegy. Nem megyek most bele, és így is szerintem kb. Fogok ezért kapni, hogy már ennyit említeni mertem, meg majd biztos lesz valaki, aki megmagyarázza, hogy miért nem használták ezeket a dolgokat.
Mindegy, azért majd fogok egy külön videót is csinálni szerintem. És egy újabb sorozat, amiben most belekezdtem. Erről még nem szedtem le a matricát. Az a Nevermore sorozat, mégpedig az első rész a Morrigan Crow 4 próbája, és a második rész a csodaminivers Morrigan Crow baljós öröksége. Ezeket a könyveket annyira láttam, hogy már több helyen is, hogy úgy voltam vele, hogy gyerekkönyv, fantazi, jó értékelése van. Én megtaláltam egy csomó könyvutalványt itthon, úgyhogy ez egy kész recept arra, hogy bejussak a könyvesboltba. Egyébként ez egy tök jó sorozat, csak mikor megláttam, hogy majd 9 részesre tervezik, és még csak ez a kettő van itt. A harmadik rész angolul fog talán augusztusban most megjelenni, úgyhogy még sokáig várhatunk magunk, lehet arra várni, hogy ezt folytathassam. Mert egyébként nagyon tetszett, főleg most, hogyha valaki így tudja, vagy követi jobban a csatornát, az tudja, hogy ez ilyen gyerekkönyv, tehát még nem is annyira ifjúsági könyveket szoktam, mármint hogy ez a young adult könyveket, hanem jobban az ilyen, igazából ezt majdnem egy kategóriának használjuk itthon, de hogy külföldön van ez a middle grade kategória, és én azt szeretem, a Percy Jackson a kis middle grade kategóriások, például ez is middle grade kategória, az Így neved a sárkányodat is middle grade, úgyhogy igen, gyerekkönyveket szeretek olvasni, mert azok olyan kis szolidak, cuki, szeretem őket, és ugyanolyan jók, mint egy véres, berezős fantasy könyv, ami felnőtteknek van. Igen. No, az a helyzet, hogy Morrigan egy elátkozott gyermek, ugyanis napszáltakor született, ugye? Napszáltának hívják. De profi vagyok, emlékszem még ezekre. És hát 11 éves korában, 11. születésnapján pontban éjfélkor meg kellene halnia. De nem, mert megmentik és elviszik Nevermore-ba, ahol a csodálatos társaságba való bevételért fog versenyezni. Hogyha nem jut be, akkor vissza kell mennie haza. Ez volt az első rész. A második rész, és kiteszem a spoiler jelzetet, mert spoilerezni fogok. A második részben ugye Morrigan már bejutott a csodálatos társaságba, de ugye az előző részben kiderül, hogy ő egy csodamíves. Amitől úgy mindenki fél, mert a legutóbbi csodamíves egy velejéig romlott ember volt, és még most is rettegnek tőle, mert még most is él egyébként. És Morrigant igazából nem tanítják meg használni az erejét, mert miért is lenne az a logikus lépés, hogy megtanítod használni az erejét, hogy esetleg, nem tudom, megtanítsátok arra, hogy használhassa rendesen, és ne így random kitörjön belőle, és ne pusztítás legyen ennek is a vége például. És nem is tudom, hogyha úgy emberként kezelték volna úgy a könyvnek ugye a háromnegyed részében, akkor nekem az azért lett volna sokkal logikusabb, mert ugye félnek attól, hogy majd Morrigan is, mint csodamíves, elkezd pusztítani mindent, mint a legutóbbi csodamíves tette. Csak azt nem értem, hogy ezt már nem gondolják át, hogyha normálisan kezelik, akkor nyilván nem akar majd ő is kinyírni mindenkit. Vagy csak ez csak nekem tűnt logikusnak, értem én, hogy félnek, meg rettegnek tőle, de egy 12 éves kislányról beszélünk. Na mindegy, szóval a könyv folyamán én nagyon mérges voltam emiatt, hogy így a tanárai mindenki ilyen volt, hogy nem. És csak arról tanulhatott, hogy milyen rossz dolgokat csináltak a csodamívesek, ahelyett, hogy megtanították volna használni az erejét. És akkor jött ez a Squall, aki a gonosz csodamívesünk, és ő meg megtanította használni az erejét, és akkor így nem értettem, hogy az ellenség tanítja meg használni az erejét, és akik meg a haverjainak kéne, hogy legyenek, azok meg félnek tőle, és nem tanítanak neki semmit. Mindegy, megoldódott, de még nem tudom, hogy hova fog ez a sztori kifutni, mert ilyen kacifántos, főleg ez a csodamívesekkel a dolog, meg ezzel az Ezra Squall-lal, meg Morrigannel, nem tudom, hogy mi lesz itt, és érdekel nagyon, úgyhogy remélem, hogy minél gyorsabban kijönnek a könyvek, és minél gyorsabban le lesznek fordítva. Hát akkor ez volt a havi termésem most. 6 darab könyv, aztán eléggé jó hosszúak. Jaj! Ha a Harry Potterrel egyébként nem szenvedek annyit, akkor lehet volna több is, csak azért mégis egy több mint 600 oldalas könyvről beszélünk, és nem szeretem a negyedik részt belőle, úgyhogy... Igen. Kommentben hagyjátok le, hogy ti milyen könyveket olvastatok el a hónapban.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!